estét kívánok mindenkinek! A mai nap egy érdekes témáról lesz szó, ami a granulomatózis és a szarkoidózisnak a fogalmával foglalkozik, és hát direkt itt belenéztem a Facebook oldalra, érdekes kérdések jöttek, hogy az egyik, hogy ezt hogy hívják magyarul, ugye, és mondtam, hogy magyarul ugyanaz az elnevezése, csak magyar betűkkel kiírva, viszont egy lényeges kérdés egy másik kérdezőnek, hogy mivel az átlagembernél, Atya Úristen, hogy ez nagyon fontos kérdés lehet, hát természetesen, mert az átlagembereket érintik ezek a problémák is, és hogyha nem tudjuk, hogy mi ez, és hogyan tudjuk ezeket elkerülni, hát akkor ez a furcsa nevű betegség, hogy granulomatózis és szarkoidózis, ez egy nagyon fontos ismeretanyag azok számára is, akik laikusok, de az orvosok számára is fontos lenne, hogy megértsük mindazt, amit az egyetemen nem értettünk, mert betettük ezt is egy olyan csomagba, hogy autoimmun, meg jóindulatú, mert nem tudjuk, hogy mi okozza, de ez van. Most a germán gyógytudománynak az ismeretével meg fogjuk érteni, mit jelent ez a két furcsa elnevezés. Germán gyógytudomány ismeretével képesek vagyunk ezt a két furcsa elnevezésű korképet is megérteni. A germán gyógytudománynak a lényege mindaz, amit Hamer doktor ránk hagyott, azok az ismeretanyagok, azok a könyvek, amelyek megismerésével és ennek a gondolkodásnak az átvételével fogunk tudni erről az egészről egy összefogó képet kapni. A germán gyógytudomány gondolkodását, hogyha magunkévá tesszük, akkor nem csak megérteni fogjuk azt, hogy a bennünk folyó folyamatok hogyan zajlanak le, hanem arra is választ fogunk kapni, hogy hogyan tudjuk megoldani, vagyis és ugyanakkor megelőzni is ezeket a dolgokat. Hamer doktor a felfedezését annak a tragédiának köszönhette, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg 1978. december 7-én, bár 111 napon keresztül küzdött a fia életének megmentéséért. A fia elvesztése után 2 hónapra már heredaganata volt Hamer doktornak, és belement a műtétbe, de kemo- és sugárkezelést természetesen nem vállalt. Aztán, mikor felépül, egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, és a daganatos betegeket kikérdezve 1981-ben fölfedezi számunkra a rák vastörvényét, amiről kiderült, hogy ez az első biológiai természettörvény. Nos, az első biológiai természettörvény a DHS kritériumait tartalmazza, vagyis azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elinduljon egy daganatos folyamat a szervezetünkben. Az utóbb kiderül, hogy nem csak a daganatokra vonatkozik mindez, hanem az összes olyan szervi elváltozásra, amelyet egy nagyon súlyos lelki megrázkódtatás indított el, amiben sokáig benne maradtunk és magányosan éltük meg. Vagyis nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az, ami a fizikai szinten történt megbetegedés, különböző mérges gázoknak a hatása a szervezetünkre, vagy sugárzásnak, mérgezéseknek, nem megfelelő táplálkozásnak, vagy más fizikai tényezőknek, műtéteknek, műhibáknak, vagy baleseteknek a következménye. A germán gyógytudomány tehát azokkal a programokkal, biológiai programokkal foglalkozik, amelyek mindig egy nagyon súlyos, meglepetésszerű, váratlan, érzelmi megrázkódtatásra indulnak el, amit magányosan élünk meg, és benne maradunk a konfliktusban. Mivel mindig fognak minket súlyos érzelmi megrázkódtatások meglepni, ezekre nem fogunk tudni semmilyen biztosítást kötni, vagy védőoltást kapni, hogy ezeket elkerüljük. Egyetlen dolgot tehetünk, hogy nem maradunk benne a konfliktusban, és nem magányosan éljük át. Vagyis, hogyha azt a félelmet, ami elindít bennünk egy biológiai választ, mégpedig egy értelmes biológiai választ, ha mi ezt a félelmet még aznap feloldjuk, érzelmileg lezárjuk azt a történetet, ami nem úgy történt, ahogy szerettük volna, akkor természetesen le fogjuk állítani a további biológiai programot, és nagyon rövid idő alatt enyhe tünetekkel rendbehozza a szervezetünk önmagát. Ez mindig így történt, addig is, amíg nem volt orvostudomány, és ugyanígy történik ez az állatvilágban is, csupán az állatok, azok mindig jelen vannak a pillanatban, mindig arra reagálnak, hogy az adott pillanatot hogy lehet túlélni, és ehhez mindig el kell döntsék, hogy üss vagy fuss. Hoznak egy döntést, és utána folytatják az életüket, nem foglalkoznak a tegnapi nappal, nem foglalkoznak a tavalyi évvel, és nem félnek attól, hogy mi lesz jövőre. Az agyunk viszont nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, és ezért most fog minket megbetegíteni az, ha nem tudjuk elengedni a múltnak a zűrös ügyeit, most fog minket megbetegíteni, ha folyamatosan félünk a jövőtől, és ezért kellene most megoldanunk ezeket a konfliktusokat, lezárni érzelmileg, megnyugodva, megkötve magunkkal és a világgal a békét, és akkor természetesen ezek a külön programok el se indulnának. Tehát ezek a félelem alapú lelki megrázkodtatások az agy közvetítésével fognak szervi elváltozást elindítani. A lélegagyszervtengely leírása egy másfajta gondolkodást vezet be a medicinába, egy teljes paradigmaváltást jelent, amit természetesen, mondjam így, hogy természetesen a mai orvostársadalom még nem vett át, hiszen nem erre képezték ki minket. Minket a fizikai szintű ellátásra képeztek ki, és arra, hogy mindig valami fizikai szintű megoldást találjunk a betegeknek a panaszára, függetlenül attól, hogy az lelki színezetű, vagy pedig valamilyen fájdalom, gyulladás, görcs, vagy akármilyen elváltozás. A lélek itten nem azt jelenti, azt a lelket, amiről valójában szó van, hanem a magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk akkor, amikor valami nagyon súlyos, váratlan esemény történik velünk. A lelkünk nem rázkódik meg, a pszichénk rázkódik meg, és a pszichénk elindít a félelemre 1, 2, 3, 12 gondolatot, vagyis valamiféle magyarázatot keresünk arra az érzelmi megrázkódtatásra, és ezeknek a magyarázatoknak, gondolatoknak a kapcsolatával fognak létrejönni különböző értelmes biológiai különprogramok. A konfliktus pillanatában kialakulnak azok a bizonyos sinek, amelyek emlékeztetni fognak minket mindvégig arra, hogy valamit nem tettünk még helyre. És ameddig ezt nem tesszük helyre, addig a krónikus betegségeknek megvan a meleg ágya. Vagyis még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyetlen tökéletes megoldás arra, hogy ne legyenek krónikus betegségeink, hogy minden napunkat lezárjuk békével, empátiával, megértéssel, megbocsátással. Ez jelenti, hogy érzelmileg zárom le azt, amit érzelmileg éltem meg a mai napon is. Ha ez nem történik meg, akkor elindul ez az úgynevezett értelmes biológiai különprogram, amit a továbbiakban fogunk megérteni, hogy ez mit is jelenthet. Az értelmes biológiai különprogramoknak a sajátossága az, hogy mindig az én megélésemre fog elindulni egy bizonyos program. Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy nekem abban a pillanatban mi volt a megélésem. És többször elmondtam, több előadásban is, hogy az egyetlen valóság az én megélésem minden pillanat, minden esetben. És ennek a történetét látjuk itt Hammer doktor könyvéből, ezt már többször idéztem a nőgyógyászati blogban, tehát a női biológiai programokban ezt részletesen kifejtem. De ezzel gondolom mindenki egyet tud érteni, hogy ha megszűnik a munkahelye 5 embernek, mint az 5 ember másképp és másképp fog erre reagálni, és pont ebből adódik az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen ő tudja csak megoldani érzelmileg azt, amit ő érzelmileg elindított. Ebben a terapeuta segíteni tud, megoldást keresni, olyan megoldást, amit ő meg tud oldani, és természetesen, hogy ennek különböző szintjei vannak. Ha valaki csak a síneket akarja kerülgetni egy életen át, akkor lassan vásárolhat magának a Holdon vagy a Marson területet, mert nem sínek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben. Legyünk ezzel tisztában, hogy hiába fogunk elköltözni a világnak A pontjából B pontjába, visszük magunkkal a múltban fel nem oldott konfliktusainkat, és az ebből adódó viselkedési mintáinkat. Ugye erről volt szó vasárnapi nap a pszichózisok bemutatásával, és remélem, hogy érthetővé vált azoknak, akik ott voltak, hogy a pszichózisok is csak a túlélésünket hivatottak szolgálni, de ha tudom, hogy egy viselkedésváltozás mögött milyen konfliktusokat kell megoldanunk, akkor természetesen ezek is meg fognak oldódni. A második természettörvényben Hammer doktor számunkra bemutatja, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik le, ha megengedjük, hogy egyáltalán eljusson a végére, vagyis a teljes gyógyuláshoz. A konfliktus pillanatában ugye megéltük a DHS-t, itt látjuk az első függőleges vonalat, tehát történt velünk valami váratlan, meglepetésszerű esemény, és a granulomatózisokról és a szarkoidózisokról van szó, akkor egyszerűen bármi a tudományos táblázatból beidézhető, mert ezek az elváltozások, ezek a programoknak a lefutása során létrejöhetnek, természetesen csak bizonyos körülmények között. A konfliktus aktív szakaszban a biológiánk már is ad egy biológiai segítséget arra, amit mi érzelmileg nem tudtunk feloldani. Ezt ne felejtsük el. És ezért, ha benézzünk a tükörbe, akkor nagy szeretettel fogadjuk azt a látványt, azt, aki visszanéz onnan, de ne azonosuljunk vele. Azok nem mi vagyunk, az csupán az a hordozóeszköz, az a biológiai test, amelybe azért jöttünk vissza erre a Föld nevű bolygóba, hogy végre megtaláljuk önmagunkat, és megtanuljunk elfogadásban élni. Hammer doktor tudományos táblázata pont erre mutat rá, hogy hol van még javítani valóm azon, amit még eddig nem tudtam lezárni. A konfliktus aktív szakaszban mindenki a stressznek az állapotába fog kerülni, és nagyon sokszor halljuk, hogy stresszes az életem, de a stressz mögött mindig feloldatlan félelmek vannak. És ezért lesz hideg a keze, a lába valakinek, amikor izgul, amikor feszült, amikor ideges, ezért nem tud elaludni, vagy ha elalszik, akkor felébred, zaklatott az álma, zakatol az agya is, egyfolytában egyik gondolat üti ki a másikat a fejéből, és próbál valamilyen megoldást találni arra a bizonyos helyzetre, ami a DHS-ben számára váratlanul, meglepetésszerűen érkezett. A konfliktus aktív szakaszban fogjuk a vérnyomás emelkedését, pulzusszám emelkedését is megtapasztalni, tehát akinek magas vérnyomása van, és az a diagnózis, hogy eszenciális és nem másodlagos a vérnyomása, az legyen szíves legalább a Hammeri zenét hallgatni ahhoz, hogy rájöjjön, hogy hány biológiai programot fut. Mert nem egy ilyen programot futtatunk, a nem egyetlen ilyen ábra szalad a testünkben végig, hanem legalább 10 vagy 12, és ezeknek a kombinációja érdekes viselkedésváltozásokat is tud létrehozni. Szóval a konfliktus aktív szakaszban már a biológiánk segít nekünk, és még nincsen betegségtudatunk, csak annyit tudunk, hogy van valami megoldatlan problémánk, valami úgy történt, ahogy az nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, még nem tudtam kibékülni az új helyzetemmel, stb. 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 Aztán jön a konfliktus megoldása, a KM, ami annyit jelent, hogy megoldódott az a bizonyos helyzet. Vagy az élet megoldotta, vagy éppenséggel valójában érzelmileg én zártam le a történetet. És igen, az élet megoldotta, a kijárási korlátozás fel van oldva, most már mindenki oda mehet, ahova éppen szeretne, Vannak még bizonyos megszorítások, de a házba való bezártsága mindenkinek megszűnt. Tehát akkor itt most egy csomó embernek az eddig elindított, a 2 hónap alatt elindított programja megoldásba fog kerülni, és ne csodálkozunk rajta, hogyha feszültségként éltük meg a 2 hónapot, akkor itt gyulladásos tünetek fognak megjelenni. Ezek a gyulladásos tünetek, ezek annyit jelentenek, hogy fájdalom jelentkezik, duzzanat jelentkezik, pirosság, hogyha a bőr felszínen van a folyamat, meleg is lesz természetesen az egész terület, és a működésében visszafogott lesz az a bizonyos szerv. Ebben az esetben a folyadék beáramlás nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megtörténik. Ezt látjuk itt a jobb oldali alsó képen, ami a jobb oldalon egy fekete nyíl mutatja éppen a megoldásban levő hámerigócot. A fölötte levő képen látjuk a körkörös csíkokat, ezeket a koncentrikus köröket. Nos, ezeknek a köröknek a megjelenése mindig a konfliktus aktív fázisban fedezhető fel, a megoldásban pedig megváltozik a kép, mert az ödéma megjelenik az agyi szinten is. Ez fog fájdalmat okozni, fejfájást okozni. Nos, itt igazán betegnek éljük meg a helyzetünket, és hát természetesen akkor orvosi segítséghez fordulunk, csak nem mindegy, hogy ebben az esetben valós segítséget kapunk, vagy olyat, ami megakadályozza a gyógyulásunkat. Az epileptoid krízisnek a lényege, hogy itt fog az agyi relé először helyreállni, vagyis kipréselődik a víz az agyi központból, és elmúlik a fejfájás, kipréselődik a víz a többi szervi szintről is, több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és természetesen a legsúlyosabb tünetek is itt fognak jelentkezni, ezért nem mindegy, hogy mennyit ülünk a konfliktus aktív szakaszban, tehát jegyezzük meg az első és legfontosabb megoldási kulcsot, nem újjék el nap a te haragoddal. Ezen az epileptoid krízisen is túl vagyunk, akkor jön a hegesedési fázis, látjuk megint piros színnel jelölve, vagyis meleg tüneteink lesznek, ismét meleg lesz a kezünk, a lábunk, de jó a hangulatunk, étvágyunk is megjött, de egy extrém fáradtságot élünk meg, ami azt jelenti, hogy tényleg alig tudunk a WC-ig kicsoszogni. Nos, itt akkor ugye annak függvényében természetesen, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban, előfordulhat, hogy a család segítségére lesz szükségünk ahhoz, hogy az életműködéseinket el tudjuk látni, a szükségleteinket. De ha már itt tart valaki, akkor igazán boldog lehetne, mert azt jelenti, hogy a gyógyulása utolsó fázisába érkezett, és már csak napok vagy hetek választják el a teljes gyógyulástól. A második természettörvényben Hamer doktor tehát a tünettanilag rendezte számunkra azt, hogy mi is tört, mit fogunk megtapasztalni az értelmes biológiai különprogram során. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ne essünk kétségbe, amikor úgymond betegségnek hit tüneteink vannak. Valójában a betegség az exudatív fázisban indul el, amit mi betegségnek nevezünk, és ez az egész értelmes biológiai különprogramnak egy nagyon fontos része, hiszen itt tesszük helyére mindazt, amit a konfliktus aktív fázis alatt a biológiák a túlélésünkért megtett. A harmadik természettörvény feltárása előtt Hamer doktor az embriológiába lapozott vissza, az a része a medicinának, ami azzal a 9 hónappal foglalkozik, ami a méhen belüli életet jelenti, a megtermékenyítéstől egészen a születésünkig. Nos, józan paraszti ésszel gondolkodva rájöhetünk arra, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és ezek a sejtek egy életen át működnek, mert amikor nem működnek, akkor már nem élünk. Tehát a túlélésünkért vagy sejteket fogunk szaporítani, vagy sejteket fogunk sorvasztani, vagy működést fogunk változtatni. Ezek a történetek nem véletlenül zajlanak le a biológiában, hál' Istennek nem demokrácia van, hanem nagyon, de nagyon fontos hierarchia és rend. A sejtek szaporodása mindig elindul azokban a programokban, amit az agytörzs és a kisagy irányít, Ide olyan programok tartoznak, mint falatkonfliktusok, vélt vagy valós támadások és gondozási konfliktusok. Tehát ebben mindig elindítjuk a sejtek szaporodását, a megoldási szakaszban jön a lebontás, természetesen ez gyulladással, fájdalommal történik meg, amikor biológiai úton történik a gyógyulás, ezt most nagyon fontos kihangsúlyozni, és ez a történet a gyógyulási szakasz végére helyreállítja a sejteknek a számát, és helyreáll a működés is természetesen. Amikor önleértékelést, elválasztási konfliktust vagy birtokkonfliktust élünk meg, akkor viszont a sejtek sorvadásával indul a program, és ezek visszaépítése történik meg a megoldási szakaszban, úgy, ahogy itt látjuk ezen az ábrán, az agyvelő és agykéreg által irányított programokban. És van még egy harmadik lehetőség, amikor az agykéreg irányításával működésváltozás indul be szervi szinten. A konfliktus aktív szakaszban ennek a működésnek a visszafogottsága, csökkenése, blokkolása, bénulása, és ez pedig megoldódik, ez a működés a megoldási szakaszban. Elég, ha egy fellépő bénulásra gondolok, izombénulásra, hirtelen fellépő féloldali bénulásra, ez egy működésváltozás a túlélés érdekében, csak persze, mivel nem értjük, hogy ez hogyan történhetett meg, hát ezért leszünk kétségbeesve, és indítunk el újabb és újabb programokat másodlagosan. De a működés helyre fog állni, hogyha a kiváltó tényezőt, a kiváltó okot megoldjuk természetesen. Nos, remélem mindenki el tudja fogadni, hogy ez egy nagyon egyszerű képlet, amit itt felrajzoltam a sejtekkel és a működéssel kapcsolatosan, és valójában ennek a megértéséhez különösebb, hát hogy mondjam, statisztikai tudásra vagy állatkísérletre abszolút nincsen szükség, mert ezek teljesen maguktól érthetődő dolgok, amit hát valaki vagy elfogad, vagy nem fogad el, de hát ez már maradjon mindenkinek a saját döntése. Én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy így működik, úgyis rá fog jönni. A biológiai törvényeknek a nem ismerete még senkit nem ment fel attól, hogy a működése ezek alapján történjen meg. Tehát, mint mondtam, az embriológiáig lapozott vissza Haber doktor, és ebből fogjuk megérteni idézőjelbe a betegségek kialakulásának a történetét. Ezt Haber doktor 1986-ban írja le, és amikor megtermékenyül a petesejt, és létrejön a Szedercsira állapot, akkor a Szedercsira állapot beérkezik a mély üregbe, ahogy azt tegnap ugye videón kivetítettük, és mielőtt a beágyazódás megtörténne, itt látjuk a kép bal oldalán azt a három csiralemezt kialakítva, ami már keresztmetszeti képen mellette látható, a sárga, a narancs és a piros színekkel ábrázolva, és ezekből a sejtekből fog kialakulni minden sejtünk, minden szövetünk, ami a testünket felépíti. Most ezeknek a sejteknek az irányítása megfelelő idegi központokhoz kötött. Látjuk az agytörzs és a kisagy részéről, az ősagyi részről, tehát azok a programok indulnak el, amelyek sejt szaporítással indulnak. Szóltam már az előző fóliánál, hogy az agytörzs a falat konfliktusokat fogja számunkra megoldani. Nos, hát ezekről mind külön webkonferenciákban lehet tájékozódni, nem szeretnék ezekben részletesen belemenni. A kisagy a vélt vagy valós támadásokkal foglalkozik, ez is külön webkonferencia. A lényeg, hogy mind a kettő az ősagyhoz tartozik, és az ősagy mindig sejtszaporítással indítja a túlélő programjainkat. A fölötte levő rész, a piros és a narancssárga, pirossal átvonalkázva, az maga a nagy agy, a piros rész az a kérgi rész, ami alatta van, az pedig az agyvelő vagy fehér állomány. Ennek a képét látjuk felül keresztmetszeti képben, és itt mindig először sejtek sorvadásra indul, és a megoldásban ezek visszaépítése. A nagyagynak a velőállománya vagy fehér állománya az az idegi központ, ahova az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink fognak becsapódni, és amint tegnap is erre felhívtam a figyelmet, nem önértékelés letörést élünk meg, mert az én önértékelésemet csak én magam tudom letörni, senki más. Amikor a magamról kialakított kép, az nem egy elfogadható kép számomra, amikor máshoz akarok hasonlítani, és az a bajom, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Na ezért nem más töri le az én önértékelésemet, hanem én magam. Tehát az önleértékelés, az önpusztítás és sejtszinten sorvadás fog beindulni, többnyire a mozgással kapcsolatos szöveteinkben, mint amilyen a csont, az izület, az inak, a harácsikoltizmok, az őket ellátó osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet és a zsírszövet. Ezért látunk itt a mezoderma nyíl mellett egy csontvázzal ábrázolt babát, mert a legsősebb önleértékelés az a csontjaikat szedi szét, és befolyásolja természetesen ezáltal a vérképzést. A piros színnel jelzett agyi rész, ugye az agykéreg, ez az elválasztási konfliktusokat és a birtokkonfliktusokat irányítja. Az elválasztási konfliktusokat ábrázolja a piros baba, hiszen a bőrünk felszínén fognak az elválasztási konfliktusok biológiai programokat elindítani. Itt is mindig sorvasztunk első lépésben, majd a megoldásban visszaépítünk, és az elválasztási konfliktus kétirányú, vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közelebb kerüljön hozzá. A birtokkonfliktusok a tegnapi napnak a fő témáját tették ki, ugye ezeknek a halmozásával fogjuk megélni a különböző konstellált állapotokat, viselkedésváltozásokat, a legszínesebbeket. Itt látunk több hámerigócot is bejelölve, ami az alsó a agresszív konstellációt, a fölötte levő pedig a öngyilkos konstellációt jelöli be, de ugyanez az ábra van a szexuális konfliktusok során is, legyen szó ninfomán vagy Casanova konstellációról. Nem akarok ebben részletesen bemenni, hiszen itten ez egy külön előadás, amit szintén meg lehet nézni a weblapról. Én csak felhívom a figyelmet, hogy információ bőven van, és aki erre időt szakít, az nagyon, de nagyon sok mindent meg fog érteni. A krónikus betegségeknek az oka, mint mondtam, az, hogy nem oldjuk fel a konfliktusaikat. És nem érzelmileg. Van, aki egyáltalán nem oldja fel, mert egy életen át tud haragudni. Van, aki azt mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek, vagyis nincs érzelmileg feloldva, és valahányszor találkozik. Az emlékeztető sinekkel újraindítja az egész programot, és itt látjuk a policiklikus lefolyás ábráját a középső sorban. Tehát ezek lesznek az úgynevezett recidivák, amire ugye az orvostudomány életfogytig tartó gyógyszerevésre próbál minket rábeszélni. Nem a gyógyszerek fogyasztásának a hiánya okozta senkinek sem a betegségét, úgy szeretnék mindenkit megnyugtatni, de ameddig nem vagyunk hajlandók az alapokat rendbe tenni, addig mankóra szükségünk lesz, épp úgy, mint egy olyan háznak, aminek majdnem kidől az oldala, azt akkor sürgősen megtámasztják kívülről gerendákkal, és van, aki egy életen át ezekre a mankókra, a gerendákra támaszkodik, ez ebből a gyógyszeripar jól el van, de ha rendbe tesszük a háznak az alapjait, akkor a falak se fognak inogni rajta, tehát ezért kell a tudásunkat is rendbe tenni, és kezünkbe venni az egészségünk és az életünk irányítását. A függő gyógyulás az a legkellemetlenebb, mert szinte folyamatos a fájdalom, hol erősebb, hol gyengébb, de meg nem szűnik, mert túl gyakran találkozunk a sinekkel, ezért mondtam, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben, mert rengeteg a feloldatlan konfliktusunk, és hát kérdés, hogy hány ilyen program fut, hány szűnni nem akaró, fájdalmas testterületen van, na ez pontosan elárulja számunkra, hogy itt bizony ideje lenne a dolgokat alapjaiban rendbe tenni. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok azok a mi barátaink. Tehát a negyedik törvény 4 segítőről szól, itt látjuk baloldalt képen, hoztam róluk néhány fotót, hogy ne tessenek megijedni tőlük, ezek a mi barátaink, és nem az ellenségeink, ahogy azt Lee Pastor állította, de hát őt megfizették azért, hogy ezt mondja, és a halálos ágyán azért beismerte, hogy mégsem úgy van, csak ezt már elfelejtették megtanítani, de bárki utána olvashat. Szóval mi a szerepük ezeknek a mikroorganizmusoknak? Erre pont Hammer doktor mutatott rá, hogy csíralemezhez kötötten segítenek nekünk. Például a gombák az agytörzs által irányított programjainkban segítenek lebontani, a megoldásban a felesleges sejtek lebontását. Mint ahogy a kidőlt fákat is az erdőben a gombák fogják szétszedni. Aztán a kisagyi programoknál gombabaktériumok, nevezzük őket nevén, TBC baktériumok fognak segíteni. Milyen érdekes, hogy ezt az egyik legfontosabb segítséget már az első oltással és azok ismétlésével próbálják belőlünk kiirtani. Nos, ezeknek meg is van a következménye, és innen fogjuk majd megérteni, hogy mi is ez, hogy granulomatózis, meg mi az, hogy szarkoitózis, ezért nagyon fontos az 5 természettörvényt valójában ismerni. A kisagyban ugye a vélt vagy valós támadások, IRHA program fut, illetve a MEL program, ami a túlzott aggódás miatt elindult adenokarcinóma a MEL-ben. Aztán az agyvelő által irányított programokban a sejtek visszaépítését segítik a baktériumok, az agykéreg által irányított programokban pedig a vírusok a visszaépítést. Nos, azt hiszem, hogy ezzel a képpel teljesen megnyugodhatunk, mert a bennünk élő mikroorganizmusok azok a mi barátaink, természetesen. Ami kívül van, legyen az természetes vagy mesterségesen előállított megbetegítő tényező, az mind ellenség, de amint látni fogjuk, erre a mi szervezetünk már évmilliók óta fel van készülve. Nyilvánvalóan nincs felkészülve olyan tömérdek mérgezés ellen, mint ami azt jelenti, hogy vénásan mérget kapok a szervezetembe, vagy éppen sugárkezelésnek tesznek ki, a sugárkezelés ellen nincs a szervezetünknek védekező képessége, tehát nem kellene ilyen felesleges dolgokba belebonyolódnunk, mert ezek mind-mind a sejtjeinkre hatnak, mégpedig negatívan. Az 5. természettörvényben Hammer doktor rámutat a lényeg megértésére, hogy minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Tehát ezért minden értelmes biológiai különprogram, amit betegségnek nevezünk, az csupán egy része annak, ami az értelmes biológiai program egésze, és ha ezt egészében látjuk, akkor tudni fogjuk azt, hogy éppen hol tartunk, és tudni fogjuk azt, hogy mi a teendőnk azzal kapcsolatosan, hogy meggyógyuljunk, és ha tanultunk ebből a történetből, akkor ezután úgy fogunk élni, hogy meg se betegedjünk, és ez lenne a lényege a megértésnek és mindennek, ami velünk történik. Tehát a germán gyógytudománynak az ismerete sokkal messzebb mutat, mint az 5 természettörvénynek a megismerése. Természetesen ezért nem volt hajlandó a Tübingeni Egyetem még bírósági ítélet után sem foglalkozni azzal, hogy igazolja, hogy Hammer doktornak igaza van, vagy nincs igaza. De vannak még más egyetemek, ahol ezzel foglalkoztak. Itt van a Nagyszombati Egyetemnek az igazolása, ami teljes mértékben alátámasztja azt, hogy a megvizsgált esetekben mindig kiderült, hogy Hammer doktornak igaza van, ezt aláírta a bizottságnak az elnöke, aki a pszichiátria professzora, aláírta az egyetemi kar dékánya és a kutatásnak az alelnöke. Tehát itt azért mégiscsak hozzáértő emberek jelentették ki, hogy Hammer doktornak igaza van, de ezen kívül még vagy 30 ilyen felülvizsgálati eljáráson igazolták, hogy Hammer doktornak igaza van, és akkor megfordítom a kérdést, még senki nem tudta azt igazolni tudományosan, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza. Ugye milyen érdekes? És A kérdés csak az, hogy akkor miért is nem eszerint tanítják az orvosokat? Miért nem erről szól a medicina? Hát pontosan azért, mert akkor nem lehetne azt tenni az emberekkel, amit jelenleg tesznek velük. Most a sejtszintű túlélő folyamatokba mennék bele egy kicsit, és felhívnám a figyelmet, hogy részleteiben a mieloma multiplexről szóló előadásban már erről említést tettem, és már akkor szóvá tettem azt, hogy a granulomatózisokról arról egy külön előadást kéne tartani, mert annyira bőséges az anyag, és ott elhallgattam, de most pótlom, amit akkor már, ami abban az előadásban nem fér bele. Szóval kezdjük azzal, hogy immunológia, ami az elméleti biológia egyik ága. Úgy még egyszer mondom, elméleti biológiáról beszélünk, és természetesen a sejtekkel foglalkozik, amelyek felelősek azért, hogy megkülönböztessék azt, ami valóban saját sejt, vagy bekerült a szervezetünkbe, és mondjuk úgy, hogy külvilág betolakodója. Mert nyilvánvaló, hogy ezeket valahogyan ki kéne elbudalni a szervezetünkből. Na most ezek a dolgok, ezek léteztek, még mielőtt az immunológiát leírták volna, vagy rendszerbe foglalták volna ezt az egész működést. A túlélésünk sejtszinten már biztosítva van, mindenki nyugodjon meg, vannak bennünk úgynevezett makrofágok, monociták, természetes ölősejtek, granulociták, hízósejtek, akiknek az a feladatuk, hogy az első védelmi vonalat adják a szervezetünk számára a kívülről betolakodók ellen. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek nem támadnak a sajátra. Most az élet során ugye kialakul egy másik védelem, a szerzett immunitás, ugye egyre jön a T és a B limfocita, ezek megjelölik az idegeneket, mondjuk így, hogy mint a számháborúban, megjelölik az idegeneket, ettől fogja felismerni ez a sejtes védelem, hogy ez egy testidegen, csak a huncutja elbújt előle, de most már látja, hogy ez nem a saját szervezethez tartozó sejt, és természetesen elpusztítja, tehát sejtszinten ők lesznek azok, akik takarítanak. És azt is tudni kell, ugye, hogy a T-limfociták, amikor átkerülnek a szövetekbe, akkor őket ott már plazmasejteknek nevezzük, és akkor innen indulhatna a folytatás a mieloma multiplex felé, de akit az érdekel, az megnézi külön azt az előadást. A granulomatózis, amit Wegener írt le először, és még mi így tanultuk, hogy Wegener granulomatózis, kiderült a kutatások során, hogy ez egy teljesen általános dolog a szervezetünkben. Olyan sejttömörülések, amelyekben a sajtosodás nem indult el. Miért? Mert nem volt TBC baktérium a lebontáshoz. Ez itt a lényeg, tehát megtörtént egy sejtszintű szaporítás, és nem történik meg a lebontás, mert nincs ki lebontsa. A segédeinket kiírtottuk antibiotikumokkal, oltásokkal, és akkor mit lehet csinálni? A biológiám a feleslegessé vált sejteket körbeveszi. Na most, ha idegentest van a szervezetünkben, akkor is létrejönnek ilyen granulómák, és ezt mindenki tudja, hogy a bent maradt fonal, az sebészeti fonal, az fonal granulómát fog létrehozni, vagy éppenséggel, ha bent marad egy szálka valakinek a testében, akkor azt is granulómás szövet fogja körbevenni, de olyat is látunk, akinek egy lövedék volt a testében, és azt is granulómás szövet vette körül, és a hasonlatot szeretnék erre mondani, ez olyan dolog, mint mikor bejut egy egér a mélykaptárba, a méhek agyoncsípik, megölik az egeret, és bevonják viasszal, hogy a széthulló egér tetem ne fertőzze meg őket, és egyáltalán ne zavarja őket. Úgyhogy az ott viasszal bevonva szépen mumifikálódik, nincsen vele semmi probléma. Ugyanez van a szervezetünkben is, amikor úgynevezett granulómák jönnek létre, ha pedig a nyirokrendszerben lesznek ilyenek, hát azt már akkor limfomatoid granulomatózisnak fogják nevezni. Remélem sikerült elég egyszerűen és érthetően elmeséljem, hogy mik is azok a granulómák. Vagyis valami hiba csúszott a megoldási fázis véghezvitelébe, és mivel ezek a sejtek érintetlenek maradnak, mert ugye felszaporodtak egy bizonyos cél érdekében. És akkor itt már tudjuk, hogy falat konfliktusról, támadás vagy gondozási konfliktusról beszélhetünk, ugye? Akkor azt jelenti, hogy ha ebből szövettani mintát vesznek, vajon minek fogják nevezni? Hát természetesen jó indulatúnak, mert hát nem látnak benne különösebb változást. Ha normálisan történne a gyógyulási szakasz, és az exudatív fázisban megtörténne ezeknek a sejteknek a szétszedése, na ott akkor azt már rögtön rossz indulatúnak neveznék, majd megint jó indulatú egy folyamat, ha a hegesedési fázisban történik a szövettani vizsgálat. Na most, hogy folytassuk a történetet, ne legyen ilyen egyszerű, a szarkoidózis az csak annyit jelent, hogy szisztémás granulomatózis, vagyis a szervezetben sok helyen jelenlevő granulómás elváltozások. Akkor ezt már gyűjtő néven szarkoidózisnak nevezik. Miért? Mert ugye a szarx az húst jelent, és ezek az átvágott csomók, hát úgy néznek ki, mintha valami húsféle lenne, de mégsem az. Miről van szó? Hát benne van a tuberkulum, vagyis a gümő magyarul. Ez a lényege az egésznek, hogy a létrejövő granulómák ott maradnak. És hála Istennek, azért ugye van nekünk ez a sejtes immunitásunk, és idővel a második vonalbeli rendszer, amiről az immunológia is beszél, mint első vonalbeli rendszer, ők lesznek azok, akik végül megoldják, mert felfalják a felesleges sejteket és eltüntetik. Tehát itt akkor nem a gombák és a gombabaktériumok végzik el a feladatot, hanem maga az immunrendszernek a sejtes része, a vele született immunitás, és ezért van az, hogy a spontán gyógyul az esetek 2/3. Na, jó hír, azt hiszem mindenki számára. A 30%-a úgymond igényel kezelést, és valahogy mit fognak kezelésként adni? Természetesen szteroidot. Természetesen szteroidot, és vagy megoldódik, vagy nem alapon. Kimutatható az összefüggés, és ez egy nagyon érdekes dolog, a magas nedvesség tartalommal járó vizes foglalkozások és a betegség jelenléte között. Hát ezért hoztam ide egy tűzoltót. Gondolom mindenki át tudja érezni, hogy abban a szkafanderben, abban a hatalmas hőségben egyszerre van melege és egyszerre izzad mindene. És ez azért egyezünk meg, hogy egy kihívás. Ez a munka egy hatalmas kihívás. Előfordul, hogy egy tűzfészekbe egyedül ragad be, ott marad, alig tud megmenekülni, vagy egyéb váratlan esemény történik, és ebben a stressz helyzetben, amit egy tűzoltó megél, azért nagyon komoly és nagyon sokféle konfliktust megélhet. Aki nem hiszi, az bújjon be egy ilyen szkafanderbe, és menjen ki a tűzoltókkal tüzet oltani, és akkor meg fogja érteni, hogy miről szól ez az egész. De ugyanezt a hőséget éli meg mondjuk az öntödében egy fémmunkás, ahol szikrázik a folyékony láva, az öntött vas, és ott vannak a tengerészek, akiknek meg természetesen, hogy szintén, hát mondjam azt, hogy élethalál harc az életük, ameddig ott vannak azon a billegő hajón, mondjuk egy viharban. Ezek tehát extrém körülmények, amelyek extrém módon indítanak el a szervezetünkben túlélő programokat. Ugye a kérdés az, hogy van vagy nincs bennünk segítség, hogy lebontsa a feleslegessé vált sejteket. És akkor a leírásban, a hivatalos leírásban ugye a következőt olvassuk, hogy a korfolyamata legtöbbször a mellkasban fordul elő, na vajon miért? Mert hát ugye a halálfélelem az ezekben az extrém esetekben mindig átfut az agyunkon, de természetes más szervekben is kialakul a TBC-hez hasonló apró gümőszerű elváltozás. És figyeljük meg, hogy hol. Nyirokcsomó, nyálkahártya, bőr, mármint írharéteg, újcsontok, szív, vesekő kialakulása is benne van ebben, aztán máj megnagyobbodás, könymirigy, szem, izmok, idegrendszer, arcidegbénulás. Tehát most gyakorlatilag kézbe kéne vegyük Hammer doktor tudományos táblázatát, és most elmondani az egész germán gyógytudományt abból a szempontból, hogy és mi van akkor, ha már nincsenek segítőink, és akkor mi fog kialakulni. És természetes, hogy nagyon sokféle szövettani eredményt fogunk kapni, erre is hozok példát a hivatalos medicinából, de akár minek is nevezzünk valamit, az attól még azért alakult ki, mert nem volt mi lebontsa a felesleges sejteket. Van egy úgynevezett akut helyzet a szarkoidózisban, ez a Löfgren-szindróma, és ez a heveny változata ízületi panaszokkal, 2 lábszáron jelentkező piros fájdalmatlan foltokkal, az eritéma nodosum, kétoldali nyirokcsomó megnagyobbodása tüdőkapuban, ez a hiláris, tehát bilaterális hiláris limfadenopátia, ez a BHL, nem valakinek a rendszáma, és nyirokcsomó megnagyobbodás, és tudjuk, hogy a tüdő az halálfélelem, és amikor az én halálomról van szó, akkor mindkét tüdőben lesz szétszórtan sejtszaporulat, tehát mindkét tüdőkapuban az ott lévő nyirokcsomóknak a megnagyobbodása, ez teljesen természetes lesz. Az eritéma nodosum, hozom a képet, mert arra is rákerestem, ugye, itt látjuk a lábon az elváltozásokat, ez támadás megélése békjó helyzetben, hát mostan ott vagyok, az egész helyzetet mondjuk, mint tűzoltó támadásként élem meg, de békjóban vagyok, mert muszáj ezt csinálnom, mert ebből élek. És ha még azt is megélem, hogy képtelen vagyok ezt a, mit tudom én, nagy nyomással működő spriccolót a kezemben tartani, alig bírom megtartani, mert ugye amiben akkora nyomás van, azért egyezünk meg, nehéz megtartani, akkor le fogom bontani a megfelelő helyen nyilvánvaló a csontokat, mert ez egy nagy kihívás ebben a pillanatban. Csak hogy nézzük, hogy ha értjük a dolgok hátterét, ha tudjuk, hogy milyen elváltozás mögött milyen megélés van, akkor már mindjárt empatikusabban látjuk a helyzetet. A szívgranulóma, ez nagyon ritka dolog, nagyon-nagyon ritka dolog, túlhajszoltság sínen, ugye, mert amikor a túlhajszoltságot én megélem, akkor sorvasztom a szívizomzatot, amikor meg megoldom a túlhajszoltságot, akkor visszaépítem. Na most azért ezek ebben a helyzetben senkit nem kímélnek, tehát itt fizikailag is, érzelmileg is az ember túlhajszolt állapotban van addig, amíg a tüzet el nem oltja. És azért vannak akkora tüzek, ahova 40 tűzoltóautó vonul ki, én legutóbb Nagyváradon láttam a görög katolikus palotának az égését, hát azért ez nem semmi történet volt. Szóval nyilván, hogy ez befolyásolni fogja a szívnek a ingervezető rendszerét, és szívritmus zavarokhoz fog vezetni ez is. Hoztam 2 képet a szemről is, mert ugye a fényfalat megszerzése, vagy attól való megszabadulása, az a szivárványhártyát érinti, a fényfalat. Ugye az a szivárványhártya, ami egy módosult bélként fogható fel, mert a fényfalatnak a megszerzéséhez kitágul, illetve hogyha attól meg akar szabadulni, akkor összehúzódik a sugár irányú izmok segítségével. Na most akár azt élem meg, hogy ebben a tűzesetben én már ettől a nagy fénytől nagyon szeretnék megszabadulni, vagy belenyúltam egy sötét ügybe, ugye, és beleestem, benne vagyok, akkor az iridociklitis mindig megjelenik. Milyen érdekes, ha iridociklitiszen van valakinek, elmegy a szemészetre, akkor elindul a kivizsgálás, és uraim, még a prosztatát is meg fogják nézetni az urológussal, hogy nem-e a prosztata gyulladása okozhatja a szemben ezt az elváltozást. Ezt csak felhozom, mint példát, mert ez benne van a kivizsgálási programban, úgyhogy jobb lenne inkább a valós okokkal foglalkozni. A könyvmirigy is érintett, természetesen mindig, amikor valamit szeretnék tisztán látni, akkor túlszaporítom a könyvmirigy állományt, és hát ha nem lesz, aki segítsen, hogy lebontsam, akkor a könyvmirigyek meg fognak duzzadni. És aztán látjuk a jobb oldali képen az arcidegbénulást, mert ugye bolondot csináltak belőlem, ez az enyhébb fokban csak ilyen szép arcidegbénulás lesz, Gyógyulásban persze jön a trigeminus neuralgia, és aztán ettől még inkább a konfliktusoktól még tovább tudjuk a dolgot játszani, és van még egy olyan, amikor ezt túlzásba érezzük, tehát így még senki nem vert át engem, mint most átvertek, szóval akkor jön az úgynevezett agyvérzés, és ha én ezt úgy élem meg, hogy köpni, nyelni nem tudtam, akkor lebénul a beszédem, ugye megnémulok, ha úgy élem meg, hogy ebből kilépni nem tudok, akkor jönnek a megfelelő bénulások, a megfelelő izomzatnál a konfliktus aktív szakaszban, de természetesen ezt ilyen helyzetben is meg lehet élni, hát szóval én most szintén a tűzoltókra tudnék utalni. Aztán jön itt megint, kedves kollégák, egy nagy-nagy tévhitnek a tisztázása, és rögtön az aljával kezdem, mégpedig az, hogy a dobverő ujjaknak a kialakulását mindig ahhoz kötötték, hogy hipoxia, ha fellép, akkor létrejön a dobverő új. Na most hát ez egyszerűen nevetséges a germán gyógytudomány ismeretében, mert az új begyemnek a hipoxiához, vagyis az alacsony oxigén ellátáshoz semmi, de semmi köze nincsen. Az új begyeimnek a tapintáshoz van köze, ha nem tévedek, lehet, hogy ki mire használja az újbegyét, de a legfinomabb érzések, tapintási érzések ugye az újbegyben jönnek létre, tehát ott vannak ez az a rész, ami itt keletkező ingereket nyilván idegepályák közvetítésével fölviszi, 3 neuron, spinális pálya, és felmegy az agyba, az érzékelő központba. Ezt itt teljesen normális, de ha én önleértékelésben élek meg egy ilyen történetet, akkor mit csinálok? Bontok és építek, és bontok és építek, és egyre vastagabb lesz az újbegyemnek az utolsó újbegyem. Ezt csak azért mondom, mert én láttam dobverő újat olyan embernél, akinek semmi, de semmi hipoxiája nem volt, és láttam hipoxiást embert, akinek meg véletlenül elfelejtette, hogy ő dobverő ujjat is kellett volna létrehozzon. Na szóval ezt is tegyük nyugodtan félre, mint azokat a történeteket, hogy a mandulagyulladás következményében, ha nincs rendesen kikezelve, még milyen másodlagos betegségek léphetnek fel. Tehát ezeket jó lesz elfelejteni, és konkrét tünetekre megkeresni a konkrét kiváltó okot. Itt van a tüdőfibrózisnak is a szép röntgenképe, és miről szól az? Ugye azért a tüdő az nem csak léghólyagokból és hajszálerekből áll, hanem ezeket bizony összeköti a kötőszövet. A kötőszövet az olyan, mint a téglák között a malter, az mindenütt ott kell legyen, vagy nincs összekötve. Tehát a tüdőben is van a narancssárga mezőből származó kötőszöveti rész, akkor is a Hammer doktor ezt a rajzán nem ábrázolta, mert nagyon-nagyon ritka dologról beszélünk, amikor azt mondom, hogy tüdőfibrózis alakul ki, mégpedig érzelmi alapon, mert hogy tüdőfibrózis létrejön az irritáló gázak hatására, vagy az azbeszt, vagy kvarc, vagy mit tudom én minek a hatására, az bizonyított tény. De hát ezek fizikai szintű fibrózisok. Az érzelmi alapon a fibrózis akkor fog létrejönni, amikor azt mondom, már megint mi az önleértékelés kulcs szava, hogy képtelen vagyok. Képtelen vagyok elegendő levegőhöz jutni ebben a helyzetben. Hát azért egyezünk meg, hogy abban a szkafanderben előfordulhat ilyen állapot, hogy képtelen vagyok elég levegőhöz jutni, vagy éppenséggel a hajófedélzetén is, amikor a 8 méteres hullámok képen csapnak, és kapaszkodni alig bírok, hogy le ne sodorjon engem a fedélzetről, szóval vannak azok a pillanatok az életünkben, amiben ezt éljük meg, hogy képtelen vagyok elég levegőhöz jutni, és elég ezt egyszer megélni, és nem feloldani. Mert utána a program sínre kerül, és valahányszor berreg a csengő, és menni kell, már ott van a védelmi program, és indítja a fibrózist a tüdőben. Tehát nem az a baj, hogy egyszer az ember megélt egy ilyen történetet, az a baj, ha nem oldja fel érzelmileg, és elindítja a kötőszövetes átváltozását ennek a léghólyagokat és hajszálereket összekötő kötőszövetek, és hát akkor már nyilván a restriktív ventilációs diszfunkció létre fog jönni, vagyis nem tud a tüdő kitágulni annyira, hogy elegendő levegőhöz jusson. Remélem sikerült elég érthetően ezt elmagyarázom, mert ugye a tüdőfibrózist még ilyen részletesen sehol nem veséztem ki. De hát ha itt vagyunk, akkor beszéljünk a vesékről is, meg az egyéb dolgokról, és látjuk a granulómás szövetet a fogínyen. Ugye, vajon a fogíny miről szól? Hát ez a visszafogott dű. És hogyha a lesorvasztott szövetek visszaépítése során nincsenek ott a megfelelő segédjeim, a drága baktériumaim, mert már kinyírtam őket, akkor mi fog történni? Hát akkor létrejön ez a granulómás szövet, ami nem rossz indulatú, de nem lehet, semmi rosszat nem lehet rájuk fogni. Igaz, hogy nem szépek, ez csak a bevezető, mert ennél még csúnyább képek is következnek. Szólok mindenkinek, meg ne ijedjen, és nehogy rémület, félelem, konfliktust éljenek, mikor a következő képek bejönnek. Szóval ez a szájüregtől a végbélnyílásig bármi, ami a tápcsatornáról szól, és akkor itt nem tudom hány előadásra utalhatnék, ugye külön van a szájüreg, a nyelőcső és a gyomor, a vékony és vastagbél, a végbél, és van összefoglaló a krónikus emésztési zavarokról, szóval van minek utána nézni. Itt mindig nyálkahártyáról van szó, a nyálkahártyát azt ugye először építem, aztán bontom, és természetesen a fogínnél maga a fogíny, a csont az, ami alatta van, az először sorvad, és aztán épül. Nos, van itt még olyan finomság is, hogy vesekő, hát ki ne élné meg magányosan, vagy éppenséggel létkonfliktusként, hogy te jó Isten, hogy fogom ezt túlélni, amikor bekerül egy tűzfészekbe. Hát ahol a halálfélelem is megjelenik, ott azért csak ott marad benne az a bizonytalanság érzés, hogy most ez biztosítja, vagy nem biztosítja a túlélésemet. És lehet, hogy azért csinálja az illető, mert itt kap annyi pénzt, hogy a létkonfliktusát megoldja. Mi a hány ember annyiféle körülmény és indok és egyebek, tehát érdemes ezeket a dolgokat is megérteni, meg hát a meg nem értés, mondjuk a főnök meg nem érti, hogy ő nem oda akar, hanem mást akar, ezek mind-mind a vesekő képződéshez járnak. Ami nagyon ritkán fordul elő, az a vese elégtelenség. Na, ez már egy nagyon jó hír, ugye? Mert ahhoz, hogy vesekő kialakuljon, ahhoz meg kell éljem én a magányosságot, a társas magányt, a kirekesztettséget, a meg nem értést, de ezeket így policiklikusan élem meg. Aztán megint elmúlik, megint megélem, lebontom a felesleget, összegyűl a vesemedencében, és létrehozom a kövecskéket. Viszont a vese elégtelenséghez egy nagyon súlyos fokú létkonfliktust kell megélnem, és ez azért ezeknél a történeteknél ritkábban fordul elő. És hoztam a máj megnagyobodásáról is képet, mert természetesen a májam szaporodik, amikor éhenhalási konfliktusról van szó, és nekem ezt csinálnom kell, vagy különben éhenhalok, de békjóként élem meg, és magányosan az egészet, meg támadásként, ezért érinti a lábszáramat, és lesznek rajta már bemutatott csomók, és a többi, és a többi. Tehát azért mondtam, hogy egy konfliktusra nem egy biológiai programot, hanem többet is el tudunk indítani. És miután már mindenkit felkészítettem a képek szépségére, mondtam Rékának, nézd, milyen szép képet találtam, hát visítva rohant ki a szobából, szóval azért nem ül most itt mellettem. Itt van a bőrnek a szarkoidózisa. Hát most akkor gondolkodjunk egy kicsit közösen. Ugye látjuk, hogy hát egy kicsit elváltozott itt a tarkónak a bal oldalán, egy egész szép területen valakinek a bőre. Természetesen, hogy miről van szó? Hát egy olyan támadás és elválasztási konfliktusról egyben, amit én úgy éltem meg, ami hátulról jött, és hát a fejemet támadja. A hátulról jövő támadás, fel nem oldott támadás. Elég, ha valakinek egyszer mondjuk egy égő gerenda, a sisakjára, a sisakjának a hátára esett, és majdnem ott maradt alatta. Minek fogja fel? Hát el is akarok tőle szakadni, meg támadásként is élem meg, de nincsenek ott a drága bacik, hogy befejezzék a történetet, ráadásul sinen maradt, mint József Attila. Tehát innentől kezdve mit várnék a biológián, csak jelzi, hogy drága gazdám, zárd már le ezt a történetet. És nem tudja befejezni, mert nincsenek meg a segédek. Ez olyan, mint a félbe maradt építkezés a 2 hónap alatt, míg tartott a karantén. Na, és a széle pedig természetesen föl lesz vastagítva. De ezt bármikor be lehetne fejezni, csak éppen tudni kéne, hogy mit kell megoldani. Ennek a hölgynek természetesen, hogy a könyvmirigye is duzzadt, látjuk a szemzugban belül, duzzadt a szemhéja is, mert az ehhez szükséges összes programot megcsinálta, és nem volt hogyan megoldania. A jobboldali képen pedig hát az orrnak látszik ez az elváltozása. Egy látható valami, de nem tudjuk rám fogni, hogy milyen rossz indulatú, de már amikor ezt így látja meg az ember, már magát az egész elváltozást is támadásként éli meg, és megcsinálja a következmény konfliktusokat, nem csak az orrán, hanem az ajkán is, mert hát mi mindent akartam én kiszagolni, ugye a büszkonfliktus érinti mindig az orrot, és hát a lényeg az, hogy ezt az egészet támadásként élte meg, amit neki ki kellett szagláznia. Vagy éppenséggel a jobb oldalt, a száj, az ajaknak a jobb oldalán lent valamitől, de nagyon szeretett volna megszabadulni, és hát megcsinálta a megfelelő programot, amit a szájába vélt fölfedezni. Szeretném tisztázni, hogy még egyszer, hogy az immunológia az elméleti biológia egyik ága, és ez egy nagyon jól kitalált rendszer, mert itt egyre drágább és tökéletesebb eszközök szükségesek ahhoz, hogy egyre mélyebben tudjunk kutatni életfolyamatokat. Csak ugye a kérdés az, én kutatásból írtam államvizsga dolgozatot, úgyhogy tudom azt, hogy mikor egy kutatás elindul, és kapunk valami eredményt, akkor azt, hogy is mondjam, valahogy értelmezni kéne. Ugye a megrendelő az mindig, aki megmondja, hogy azt hogyan kell értelmezni. És ez a megrendelő, ez természetesen a gyógyszeripar, mert ő finanszírozza ezeket a kutatásokat, és innentől kezdve ne várjuk azt, hogy a medicina független tudományként az alapkutatásokkal foglalkozzon, vagy az ott kapott eredményeket az 5 természettörvény szerint értelmezze. Ez itt a probléma, mert kinevezzük a hibásan működőnek a szervezetet, mert találok valamit, ami egy másik emberben nincsen ott, és kinevezem ezt a valamit a betegség okának, és akkor ezt egy életen át lehet kezelni. Tehát nem a valós okok feltárása a cél, hanem a következményeknek a szöveti szintű kutatása, és ez fogja a további kutatásokat nyilvánvaló még ösztönözni, akkor erre megint pénzt szereznek, és mindig lesz rá pénz, és természetesen ezek az eredmények majd elvezetnek oda, hogy hogyan segíti ez a szervtranszplantációt, mert ez is pontosan arról szól, hogy az emberre úgy tekintünk, mint egy autóra, és ha valami tönkrement benne, akkor kicseréljük, megölünk egy másik embert, kivesszük a szívét, és betesszük neked, mert te többet fizetsz érte. Erről szól a szívátültetés, kérem szépen. Élő embernek lehet csak a szívét átültetni, halott embernek természetesen a szívem, és semmilyen szerve nem ültethető át. Aztán már a kemoterápiát azt nagyon sokan elutasítják, felébredtek az emberek, hogy ez mérgezés, ugye a Hammer doktor adataiból tudjuk, hogy naponta 1500 ember hal meg Németországban a kemoterápia következtében, vagyis többen, mint a koronavírus miatt, úgyhogy ezt úgy el lehetne gondolni, hogy mit kellene tenni, és hát le kéne cserélni valamire, és hát akkor mennek a kutatások, a biológiainak nevezett terápiák és egyebek irányába. Aki ezekben hisz, az nyugodtan menjen, sőt jelentkezzen, hogy mondjam, egészséges emberként, hogy rajta teszteljék a dolgokat. Én nem szólok bele senki életébe, én elmondom azt, hogy orvosként hogyan látom, aztán mindenki maga felelős a saját életéért. A germán gyógytudomány viszont rámutat arra, hogy nem azoktól a tényezőktől betegszünk meg, amit ma a medicina állít, nem kérem szépen, hanem azoktól a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól fogunk megbetegedni, amelyek ugye elindítanak egy értelmes biológiai különprogramot, és hogyha ezeket halmozzuk, akkor a hangulati változásainknak is meg lesz az alapja. Ugyanakkor, ha feloldjuk ezeket a lelki megrázkódtatásokat, érzelmileg lezárjuk a dolgainkat, akkor nem kell a következményekre tablettát szedni egy életen át, hanem egyszerűen meggyógyulunk. Na most kinek érdeke az, hogy meggyógyuljon? A betegen kívül senkinek. Ezt tessenek tudomásul venni, hogy a mai világban ezek a dolgok így működnek, de addig fognak így működni, ameddig mi igénybe veszünk olyan segítséget, ami nem segítség. Amíg nem tanulunk meg egészségesen élni. De ahhoz először is egészséges gondolkodás lenne szükséges, mert hogyha nem vagyunk hajlandók változtatni a gondolkodásunkon, akkor a szokásaink se fognak megváltozni, és ugyanúgy reagálunk, mint egy biológiai lény a következő kihívásra is. Márpedig a germán gyógytudomány tudomány. Csak ahhoz, hogy ezt el tudnánk fogadni, ahhoz a gondolkodásunkat meg kéne tisztítani azoktól a negatív hatásoktól, amelyek elferdítették ezt. Reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és ez a tudományosságnak az ismérve, tessenek beírni a Google-ba, hogy tudomány, és ki fogja adni a Wikipédia, hogy mit nevezünk tudománynak. Itt nem kell statisztika, mert minden megtörténik a beteggel a gyógyulása érdekében, ha ő mindent megtesz érte, és nem fog meggyógyulni, ha ő semmit nem tesz ezért. Tehát semmilyen állatkísérlet nem fogja helyettem megoldani az én problémámat. Az 5 természettörvényt kellene nagyon egyszerűen ismerni, és természetesen annyit, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ha ezt betartanánk, akkor semmilyen krónikus betegségünk nem lenne. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét.